A magyarországi dalos ünnepet 1991 óta szervezi meg a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége korai születésének évfordulóján. 1999 óta a Gárdonyi Református Kórus szervezésében Szekszárdon is megemlékeznek az ünnepről, ahová minden esztendőben a régió legjobb ének együtteseit hívja a rendező. Az a nemzedék, aki az együtténeklésben találta meg a közösségi élményt, lassan elfárad, az utánpótlás nevelés területén pedig hiába a jobbnál jobb középiskolás énekkarok jelenléte, nagyok a hiányok. Arról minden érintett azonosan gondolkodik, hogy a probléma gyökere az oktatáspolitikában keresendő. A zeneiskolai oktatás valahol emeli azt a részt, valahol a szülők is rájöttek, diákok is rájöttek, hogy a zeneiskola valahol pótolhatja azt, amit a közoktatásban elszenvedett ez az ügy. A korálytársaság elnöke kiemelte, a kórus mozgalom elitje ma is olyan minőséget produkál, hogy igazán nem látszik mekkora a baj a végeken, az alapok viszont hiányoznak, és ez hamarosan meg fog látszani a minőségben is, ha nem következik be gyors változás. Bár Szekszárd bővelkedik a kórusokban, akik minőségi munkát végeznek, itt is számtalanszor elhangzik a mondat az utánpótlás hiányáról. Naszladi Judit, a rendező együttes és a Garai Gimnázium énekkarának vezetője az óvodai oktatásban látja a zeneszeretetének kulcsát. Az énekzene tanítás, azt úgy gondolom, hogy nem az általános iskolában indul, hanem az óvónőknek kellene nagyon szépen énekelni és megtanítani a zenei kincsünket, a gyerekjátékokat, gyerekdalokat játékokkal együtt. Én ezt tartom nagyon fontos dolognak, és az, hogy énekeltessék a gyerekeket, szerettessék meg a zenét alsó tagozatban és a felső tagozaton is, és ha csak Szekszárdot vesszük, nagyon kevés az olyan énektanár, akit támogatnak és kórus tud alakítani. Kertész Attila kiemelte, az éneklőifjúság mozgalomban feltűnő egyre több énekkar jelzi, van esélye a magyar kórus mozgalomnak arra, hogy Kodály Zoltán szellemi öröksége tovább éljen.